Na jó reggelt! Születésnapi reggel jön, mégpedig egy ilyen töltött gombát fogunk ma elkészíteni. Csirkemell, gomba, hagyma, fokhagyma, ezek a gombának a szárai, sajt, tojás, saláta, és majd lesz sütve egy ilyen biszkit hozzá. Szóval ezt most ledarálom, és ugye bekeverem a hústörteléket. Na mostan, ugye, mivel a hús be volt fűszerezve ezzel, a rocsőri csüken fűszerkeverékkel, már egy napja hagytam állni, tehát ebben van sótól kezdve mindenféle fűszer megvan, tehát nem teszünk bele ide már semmit, viszont egy kis petrezselyem zöldjét teszünk csak hozzá. Két tojás, ez körülbelül fél kiló hús, és akkor az egészet bekeverjük. Ahogy eléggé híg a töltelék, ugye nem teszünk bele áztatott kenyeret, hanem csak zsemlemorzsát. Keverve itt a töltelékem, egy kicsit hagyom állni most, addig ugye elkészítjük a biszkiket, és nagyon egyszerű dolgunk van, ez háromféle sajt van benne, ugye. Nagyon egyszerű dolgunk van, ugyanis semmit nem kell vele csinálni, szinte csak annyi, hogy kitöltöd, ugye, és fél pohár víz, tehát itt van, ezzel így kikevered, és ez azonnal beszívja. A feleségem nem kellett volna beolajozni egy picit? Nem kell. Ő a szakember ebben, mert ugye unokáknak szokott csinálni ezt. Tegnap is csináltunk. Igen. Muffint. Muffinokat. Az is jó lett. Így, és akkor szóval így 6 darab kijön. Anyagmozdulat. Ja, így jobb. Látod, ilyen csúnyán néz így ki most, így hirtelen ennyibe, de... De amikor sül, akkor úgy kialakul. Akkor ez ki... Jaj, följönnek. Ja, így 6 darabot lehet csinálni. Így a ujjaddal nem tudod kihúzni a kanálból. Ja, és abból lesz egy kicsit nagyobb, nem baj. Majd arra a kisebbikre teszek. Ja. Jó, és akkor ez megy be a sütőbe, ugye? Hány perc kell neki? 8-11 perc. 8 és 11 perc. 400-ra raktam. Azaz, azt hiszem, az 200 Celsius. Igen. Na jó. A biszkett, vagy brisket, vagy biszkett? Biszkett. R nélkül? Biszkett. Ja. Na, biszkett, addig itt elkészítsük a... Na hát most várjál, hogy csinál. Be kell olajozzam, de akkor viszont nem tudom lekapcsolni a kamerát. Várjál, lekapcsolom most. Jaj, bajba vagyok. Más. És akkor... Elkezdjük a gomba fejeknek a megtöltését. Hát ugye ez jóval-jóval több töltelék, ami nem baj. Így, hát ez ugye szépen így ráhúzod, így a kanálla. Kicsit magasabb, az nem baj. Igen, jól nézzen ki. Szóval mindegyiket így meg kell csinálni. Töltött gombafejek. Oké, szóval miután megvannak töltve a gombafejek, megy oda be mellé a biszkett mellé a sütőbe. Hozzá. Remélem jól látszik a kamerán. Ez a biszkett. Ez most nagyon forró. Ha most így hozzányúlni, szétesik. Tehát ezt meg kell várni, amíg szépen kihűl. Pontosan annyi idő kell neki, ameddig megsül a gomba. Úgyhogy ezt most egyelőre ide tesszük. Készítettem a salátát is. Hát én az enyémre, én mindig teszek egy kis parmezsán sajtot. Parmezsán. Évi az nem kér rá. Nincs odaérte parmezsánért. Övére teszünk egy kis mozzartellát. Így.
Oké. Szóval ez így elő van készítve, és majd ugye lehet blue cheese-t még rácsurgatni, amit egyelőre most nem teszek még rá. A gombákra meg majd lehet használni ugye valamelyik ezt a... Ez egy nagyon erős, ez a sirakka. Ez a kínai, ez a, nem tudom hány évig érvelik az erős paprikájukat. Az nagyon jó. Már majdnem jó. Még annyival ezt megtetézzük, hogy óvatosan megpróbálok rá tenni sajtot. Így. Nem baj, ha mellé megy, azt majd felszedem utána. Szóval mindegyikre egy ilyen csipetnyit rádobunk. Úgy. Ami leesik, az majd én felszedem, nem marad, nem megy kárba, nem kell megijedni. De hát nem tudom másképp, úgy, és még egy kicsi maradt erre utolsóra. Jó. Nagyon jó, és még egy 5 perc, hát talán egy pár perce még vissza teszünk a sütőbe. Kezdett a tálalás pillanata. Nagyon buszta, ugye? Ugye mondtam, hogy ezt az alján, ami ugye leolvadt sajt, azt is felszedjük, semmi baj. Még ugye a gomba engedett egy kis levet, azzal sincs semmi baj. Ugyanis ezt szépen így összekotrom. Ezt természetesen ide ráteszem. Na. Mert ez így nagyon finom. Na kérem. Jó van. Hát ennyit erről. Tessék. Voilà. Előállt a születésnapi reggeli. Kérem. Megfelel? Na, mint mondtam, ugye lehet rátenni szóját, erőset, vagy pedig blue cheese-t. Remélem tetszett a videó. Próbáljátok ki, nem fogjátok megbánni. Jó egészséget mindenkinek, szevasztok!